Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Épületenergetikai korszerűsítés az egyetemen, átadták a Szőlészeti Kutatóintézet megújult főépületét. Átadták a Boros-Misi zenelégetet a Bőkösz Fesztiválon, Tésen felünnepeltek a hétvégén. Segítik a vidéki vendéglátókat, eszközbeszerzésre, fejlesztésre igényelhetnek támogatást. Kihasználták az utolsó nyári napokat, fesztivállal búcsúzott a főszezontól a Harkány strand. A PTS zöld egyetemé válása érdekében két épület energetikai korszerűsítése valósult meg 2024. augusztusáig. A kettes számú belgyógyászati klinika és nefrológiai, diabetológiai centrum épülete, valamint a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet főépülete. Szombaton tartották a kutatóintézet megújult főépületének ünnepélyes átadóját, a projektzáró eseményt az egyetemi borbirtokon. Jelentősen korszerűsödött a Pécsi Egyetemi Borbirtok főépülete. A Szent Miklóshegyi Kutatóintézet épületének a teljes energetikai felújítása zárult most le, mondta az átadó ünnepsége Madarasz Zoltán, a Pécsi Tudomány Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet elnöke. Ennek a fejlesztésnek a keretében a Pécsi Tudomány Egyetemen egy alapvetően két pillérre épülő fejlesztés tudott megvalósulni. A szerződött beruházás összege az 3,8 milliárd forint volt a PTN esetében, és a két pillér alapvetően egyrészt egy infrastruktúrális fejlesztést tett lehetővé, ennek keretében újult meg a Pécsi Tudományegyetem kettes számú belgyógyászati klinikája, illetve a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetnek a főépülete, illetve ugyancsak ennek az infrastruktúrális fejlesztésnek a keretében volt lehetőség IT eszközök beszerzésére, csak nem 1000 darab különböző informatikai eszköz beszerzését tette lehetővé a projekt, és még nem értünk ennek a végére, mert hálózatfejlesztés is megvalósul, ugyancsak ennek a támogatási pillérnek a kereteiből. Az ünnepélyes átadón dr. Gerne Zsuzsanna, a projekt szakmai vezetője többek között elmondta, a program költségvetésének legnagyobb hányadát, közel 700 milliárd eurót az RRF, azaz a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz teszi ki. Ezzel az Európai Unió a COVID sújtotta károkat kívánta kompenzálni az európai országokban. Ebben az épületben nem csak kutatói, nemesítői munkák, hanem rendezvények, oktatási célú előadások is lesznek a jövőben, de ugyanígy nagyon fontos az, hogy mind a PTE, illetve a Baranya-megyei polgárok is birtokban vehetik, bérelhetik ezt az épületet, hiszen a kiváló panoráma, a jó borok és az a gyönyörű helyszín, ahol most is vagyunk, az adott és jó lehetőséget biztosít akár családi vagy céges rendezvényekre is a jövőben. Erre is készülünk, megfelelő személyzettel és csapattal állunk rendelkezésre, és bízunk abban, hogy ennek az épületnek, illetve a rendezvényhelyszínnek a jövőjében töretlen lesz az emelkedés. A PTE fenntartható zöld koncepció egyik alapja a környezeti erőforrásokkal való észszerű gazdálkodás, az energiahatékonyság. Ezzel a korszerűsítéssel ezt most sikerült megvalósítani. Az egyetem rektora dr. Miseta Attila rendkívül hálás mindenkinek, aki részt vett ebben a munkafolyamatban. Aki ránéz, aki ismeri ezt a Szent Miklóshegyi épületet, akár csak egy évvel ezelőtt látta, és most, akkor az eldöntheti, hogy valójában ezt a pénzt jól használtuk-e fel. Én azt hiszem, hogy mindenképpen jól. Az épület energetikailag sokkal korszerűbb lett, emellett pedig ez a gyönyörű patinás öreg épület azzal együtt, hogy megőrizte azokat a jegyeket, amelyek egy ilyen típusú épülethez tartoznak, teljességgel megújult, úgyhogy az én személyes meggyőződésem, hogy ez a pályázat sikeres volt, és nagyon hálásak vagyunk magának a donornak, azoknak a kollégináknak és kollégáknak, akik itt a pályázaton dolgoztak, és hát a kivitelezőnek is. A közel 1 milliárd forint értékű épület energetikai korszerűsítés során megvalósult az épület nyílászáróinak cseréje, hőszigetelése, a fűtési rendszer korszerűsítése. Új gázkazán telepítésével az egyetem hozzájárult a hatékonyabb energiagazdálkodás megvalósításához. Az ünnepélyes átadón az épületet Felföldi László megyéspüspök áldotta meg. Amen.
Boros Misiről, a zongora virtuózról, junior prímadíjas fiatal zongoraművészről neveztek el zeneligetet. Az Ormán segítésen fennszombaton avatták fel a mostantól szabadtéri zenei rendezvényeknek helyet adó pavilont és ligetet az idei Bőközfesztivál alkalmával. A csodálatos Bogányi Gergely zongorán játszva avatta fel Boros Misi a róla elnevezett zeneligetet az Ormánsági Tésenfán. A 10 évvel ezelőtti virtuózok tehetségkutató verseny első évadának győztese volt Misi, aki a szombati nagy esemény előtt adott interjút a Pannon Televízió stábjának. Fantasztikus élmény számomra, hogy 10 évvel a virtuózok műsorban való szereplésem után megnyitjuk a Boros Misi zeneligetet. Valóban a Bőközfesztivál keretében, ugye Pécs mellett járunk, ami az én szülővárosom, és én a legelső alkalommal is fölléptem rajta itt Tésenfán, a templomban, 2015, ha jól emlékszem, tehát nem most volt. És most 9 év elteltével ismét itt lenni, átadva ezt a csodálatos helyszínt, ez egy felemelő élmény, főleg, hogy közel 500 hangversenyt adhattam az elmúlt évtizedben, számos kontinensen, több mint 30 országban, de itt Pécs környékén játszani azért a szívem közepén foglalja el ezt a helyet. Ez a helyszín is, ahogy említettem, Tésenfán, beszéltünk Mária Gyűdről, vagy éppen Pécsről. A most 21 éves fiatal, rendkívül tehetséges zongoraművész végtelenül hálás a fesztivál igazgató Pataki András ezen ötletéért, hogy mostantól az ő nevét viseli e különleges helyszínen kialakított zeneliget. Ez elképesztően megtisztelő az én számomra, hogy a nevemet viselheti. Pataki András, fesztivál fő igazgatója mondta, hogy általában olyanokra neveznek el, akik eltávoztak közülünk, és most olyanról szeretne, aki itt van, és részese tud lenni a fesztiválon a liget működésének. Koncertek, akár kurzusok szervezésében, és természetesen koncertet adva minden évben visszatérő vendégként leszek jelen. Ez fantasztikus érzés, és tényleg ez, hogy 10 év, ez egy kerek évforduló, azt hiszem ennél nem lehetne szebb ünnepünk. Hoppál Péter kormánybiztos elmondta 10 évvel ezelőtt az első Bőközfesztiválon éppen Tésenfán zongorázott Boros Misi, az akkor még fel nem újított református templomban. Az avató ünnepség alkalmával Bach, Mozart, Chopin műveket játszott, illetve magyar zene Bartóktól is felcsendült Misi zongorajátéka során. A Boros Misi zenelégetet Keresztes Andor esperes, Mária Gyüri plébános áldotta meg. Rövid híreink következnek. Az iskola kezdés zavartalan biztosítása és megkönnyítése érdekében a Tőkebusz ZRT a szeptember hónapra érvényes valamennyi összvonalas bérletét már augusztus 28-ától elfogadja a helyi járatú autóbuszokon történő utazáskor. Szeptemberben az oktatás indulásával ugrásszerűen növekednek a városban az utazási igények, így az intézkedés elősegíti a bérletpénztárakban a várakozási idő csökkentését és az utasok színvonalasabb kiszolgálását. A Tőkebusz ZRT a szeptember havi bérletek korábbi érvényességi idejének biztosításával hozzájárul ahhoz, hogy a családok számára megkönnyítse az iskolakezdéshez kapcsolódó ügyintézéseket. Továbbra is csökkenő tendenciát mutat a hazai üzemanyagár. A múlt heti jelentős, összességében 15 forint körüli csökkenések után kettől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is esik, írja a holtankoljak.hu. A benzin beszerzési ára bruttó 4 forinttal csökken, míg a gázolajé bruttó 2 forinttal. A változás mértékének érvényesítése kedden fog látszódni a benzinkutakon. Jelenleg a benzin átlagára 600 forint alá csökkent, és a gázolaj és súrolja ezt a lélektani határt. A 95-ös benzin 599 forint per liter, a gázolaj 603 forint per liter. Mivel átlagárakról van szó, így a kiskereskedelmi árak néhány forinttal eltérhetnek. Összesen közel 300 millió forint értékű támogatást hívhat le, mint egy 200 vidéki alkalmi vendéglátó üzlet és további 100 vidéki zenés, táncos szórakozóhely. Az üzletenként igényelhető 1 millió forint visszatérítendő támogatás immár a harmadik eleme a Magyarország kormánya által a vidéki vendéglátóhelyek számára indított 13 milliárd forint értékű támogatási programnak. A támogatási program további őszi ütemeiben a kávézók, a büfék, az italüzletek és a bárok adhatják majd be igényeiket.
Ételek a bemutató pulton, ezen a korábbi felvételen a mesterkurzuson résztvevő szakácsok munkái ezek, amiket egy vacsora keretében a vendégek is megkóstolhattak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában rendezett úgynevezett mestervacsorán. A vidéki vendéglátás segítése, támogatása fontos a kormányzat szerint. Ezért írtak ki olyan pályázati lehetőséget, ami javíthatja a vendéglátó szakma helyzetét. A támogatásról a Baranyai Gasztronómiai Klaszter vezetőjét kérdeztük. Örülünk neki, bár jobban örülne szerintem az összes vendéglátós egy nagyobb támogatásnak. Most ez nem az, hogy sírunk, hanem a fejlesztés miatt jobb lenne egy nagyobb pályázati lehetőség, de ugye ebben a pályázatban az ENTAK rendszerhez kötődően ENTAK rendszerenként 1 millió forintos pályázat van, és nekünk is jól jön, mert tudjuk, hogy hova tenni, tudunk újítani, tudunk berendezést venni, vagy éppensége valamilyen gépet venni. Ugye nekünk több cégünk van, több becsőjünk van, és így többet tudtunk pályázni. Az érintett vidéki alkalmi vendéglátóüzletek és zenés, táncos szórakozóhelyek augusztus 5-től szeptember 5-ig pályázhatnak. Az üzletenként igényelhető 1 millió forintos forrást a korábbi szakaszoknak megfelelően korszerű konyhatechnológiai eszközök beszerzésére, energiahatékony és gazdaságos üzemelés támogató fejlesztésekre, a mindennapi működéshez szükséges kisebb eszközök vagy készletek beszerzésére igényelhetik, valamint felhasználhatják nagyobb beruházásokhoz is. A támogatás immár a harmadik eleme a Magyarország kormány által kiírt vidéki, kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelése című programjának, amelynek célja, hogy mérsékelje a hazai turizmus területi koncentrációja következtében a vidéki szolgáltatókat érintő versenyhátrányt. A nyár utolsó napjai sem telnek el programok nélkül a Harkány és Strandfürdőben. A főszezon zárásaként fesztivált tartottak a vizes létesítményben augusztus utolsó előtti hétvégéjén. A zenei programok mellett a minden évben nagy érdeklődéssel várt vizes pólóversenyt is megtartották a Harkányi nyárzáró fesztiválon. József! Sziget-Szentmiklósról! József volt az egyik versenyző, aki indult a Harkányi nyárzáró fesztivál férfi has szépségversenyén. A jelentkezőknek a lepkemedencénél rögtönzött kifutón kellett megmutatni kerek idomaikat, miközben a nézők a medencéből locsolták őket. A versenyzők élvezték a szereplési lehetőséget, miközben megmutathatták mindenkinek a kisebb-nagyobb pocakjukat. Az első három helyezett 1-2, illetve 3 tálca sörrel lett gazdagabb. József végül második lett a versenyen. A család nevezett be, és egy nagyon jó élményt adott nekem itt Harkányban. Most vagyunk először, Sziget-Szentmiklósról érkeztünk, és frenetikusan jó volt. A férfiak után következtek a hölgyek, ők vizes pólóban mutatták be idomaikat, amit szintén pontozással értékelt a zsűri. A merész hölgyek bemutatóján a legjobbakat vásárlási utalvánnyal díjazták a szervezők. A harmadik legtöbb pontot elért induló 50 ezer, a második 75 ezer, míg az első helyet elért induló 125 ezer forintos utalvánnyal lett gazdagabb. A nők versenyét Viki nyerte. Hogy csöppentem bele? Hát igazából a férjem szerette volna, hogy részese legyek ennek a versenynek. Én még mindig izgulok, úgyhogy nem tudom, hogy tudtam magamat rávenni. Mire költjük? Ez még kérdéses szerintem, úgyhogy majd kiderül. A férfiak has szépségversenye és a nők vizes pólós megmérettetése a Harkányi Fürdőfesztivál egyik legjobban várt és leglátványosabb programja minden évben. De ezen kívül még számos programmal várták augusztus utolsó előtti hétvégén a Harkányi Strand vendégeit. Hála jó Istennek az időjárása a nyár közepi fesztiválhoz képest nagyon jó. Igazi strandidővel tudjuk fogadni az ide látogató vendégeket. A 3 nap alatt 4 színpadon körülbelül 60 programmal készültünk, úgyhogy azt gondolom minden korosztály megtalálja azt, amire vágyik, egészen a kisgyerekektől a idősebb korosztályig.
A főszervező elmondta még, a nyárvégi fesztivállal ki tudják tolni a turista szezont, ezért rendezik meg minden évben. Ez növeli Harkány népszerűségét, amellett, hogy jó a szállásadóknak és jó a strandnak is, ahol idén is teltház volt a rendezvény alatt. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Fiatalok csoportja gyújtott tüzet az erdősáv közvetlen közelében szombat késő este Pécsett az Érma utcában. Szalonnát sütögettek, azonban a tűzgyújtási tilalom értelmében ezt nem tehették volna meg. Emellett a tűz eloltásához szükséges eszközökkel sem rendelkeztek. A pécsi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, és felhívták a fiatalok figyelmét a szabályok betartására. Nem először riasztották a tűzoltókat ilyen esethez, még mindig sokan nincsenek tisztában azzal, hogy erdőterületeken és azok közelében veszélyes tüzet gyújtani fokozott tűzveszély időszakában. Baranya vármegyében június 22-e óta, július 11-től pedig az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 5-ig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, az érettségizők rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A közlemény szerint az érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, és a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Mint írták, 2024-ben az őszi érettségi vizsgaidőszak október 11-től november 22-ig tart. Drágább lehet a tojás a termelők szerint ősztől. A Magyar Tojóhibrid Tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége az MTI-nek hétfőn eljuttatott közleményében azt írta, mivel a termelési költségek csökkenésére nem lehet számítani, ősztől áremelkedésekre lesz szükség a tojáspiacon. Ezt indokolhatja az is, hogy a termelőknek a következő időszakban kell megvásárolniuk, illetve lekötniük takarmány szükségletük nagy részét, amelynek beszerzési és finanszírozási költségei a szélsőséges időjárás miatti terménydrágulás hatására érzékelhetőek. Lehetően emelkedhetnek, tették hozzá. A régió híreivel folytatjuk. Szabadtéri mozival egybekötött jótékonysági családi pikniket szervezett pénteken az Ökumenikus Segélyszervezet a Kaposvári Városligetben. A céljuk, hogy felhívják a figyelmet a napokban indult iskola kezdés együtt országos segélyakcióikra. Összesen 2000 rászoruló gyermek iskolatáskáját töltenék meg a tanévkezdésig. Arcfestés, rajzolás, ügyességi feladatok és nehezített pálya is várta a Kaposvárra kilátogató családokat az Ökumenikus Segélyszervezet családi piknik napján, amelynek fő célja, hogy az iskolakezdésre 2000 darab iskolatáskát töltsenek meg rászoruló családok számára. Ez az iskolakezdés együtt segélyakciónknak a része. Mi ilyenkor arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az Ökumenikus Segélyszervezetnek elindult az iskolakezdés együtt segélyakciója. A célkitűzésünk az évről évre változatlan, 2000 rászoruló gyereknek szeretnénk megtölteni az iskolatáskáját. Köztük egyébként több mint 100 kaposvári gyereknek is, de a gyerekek, akiket támogatunk, szinte az ország minden részén megtalálhatók, természetesen a leginkább a segélyszervezet intézményeinek látókörében, de egyébként a segélyközpontunkon keresztül szinte az ország minden pontjára jutnak ezekből az iskolaszer csomagokból. A 1353-as szám az nagyon fontos, azért van a domboldalban, és azért fogjuk majd felemelni, mert ez az a telefonszám, ami most már jó sok éve, ugye idén ez már például a 13. iskolakezdés együtt segélyakció, tehát nagyon régóta ez a csodafegyver a rendelkezésünkre áll. Ha valaki tárcsázza a 1353-as adományvonalat, akkor támogathatja a segélyszervezetnek az iskolakezdés együtt segélyakcióját. Gyerekenként 15 000 forint értékben segítünk, odafigyelünk arra is, hogy alsósoknak, felsősöknek, fiúknak, lányoknak, ahol lehet, átmeneti otthonokban még személyre is tudjuk szabni ezeket az iskolaszer csomagokat. A lényeg, hogy kevés az idő már az első becsengetésig, úgyhogy ilyen figyelemfelhívő akciókat azért is szervezünk, hogy a lehető legtöbb emberhez jusson el az üzenet. Wolf Kati énekesnő több éve arca és önkéntese ennek a programnak.
Képzeljétek el, hogy ez a 13. ilyen akciónk, ugye minden évkezdés előtt van, és az én azóta vagyok tulajdonképpen a segélyszervezetnél önkéntes, és az arca ennek az akciónak. Az én nagylányom az ezzel egy időben ment iskolába. Akkor ment első osztályba, amikor az első akciónkban, tehát most érettségizett, atya úristen. Nagyon sokszor jutunk el a végén ugye családokhoz személyesen, ez mindig az a vége az akciónak, hogy kivisszük néhány családhoz a tanszercsomagot, és az mindig nagyon megható, meg ott mindig tulajdonképpen ott érezzük mi is a bőrünkön, amikor eljutunk egy olyan helyre, ahol látod, hogy ez a család megrekedt volna, nem tudta volna elindítani a gyereket a segítség nélkül az iskolába. Hát mindig nagyon boldog szülőkkel szoktunk találkozni, meg a gyerekek is nagyon-nagyon örülnek, tudod, amikor kinyitják az iskolatáskát, és szép dolgok vannak benne. Úgyhogy ez egy nagyon jó élmény szokott lenni a végén. Nem csak hírességek, de családok is segítenek a rászorulóknak az iskola kezdésben. Az iskola kezdés eleve mindenkinek nagyon megterhelő, én úgy gondolom, mert rengeteg mindent kell venni. Főleg az enyém is az egyik kisgyerekem, ő első osztályba megy, és nagyon-nagyon próbára tesz minket is. De viszont így is mindig próbálunk adományozni, tőlünk telhetőt megtenni. Úgyhogy így mindig mindenkit így próbálok arra buzdítani, hogy ami felesleges otthon, akkor azt ne dobják ki, hanem próbáljuk meg odaadományozni, akik rászorulók. Somogyban 428, Kaposváron több mint 100 gyermeket segítenek ezzel, mert 9 somogyi intézménybe, jelenlétpontokra, családok átmeneti otthonába, biztos kezdett gyermekházba jut majd az iskolatáskákból. Egy csomag értéke 15 ezer forint lesz alsósoknak és felsősöknek, fiúknak és lányoknak, sőt egyénre szabottan is összeállíthatják a tartalmát. Kukorica és cirok fajta bemutató szakmai napot tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete és a szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági iskola. Az előadások után a szakemberek az iskola szántóföldjén számoltak be tapasztalataikról. Sokan gondolkodnak úgy most így a csapadékos tavasz és a meleg nyár után, hogy inkább egy rövidebb tenyész idejű kukoricával próbálkoznak. 5 fajta tulajdonos 43 fajtáját mutatta be kukoricából annak a szakmai napnak a keretében, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági iskola közösen rendezett. A gazdák ezáltal informálódhattak, hogy adott területen, adott időjárási körülmények között a különböző fajták milyen hozamot értek el. Egy nagyon megbízható, nagyon jó termékképességi anyag, aki ebbe a korai szegmensben gondolkodik, bátran nyúljon hozzá. Itt nem biztos, hogy csak arra érdemes gondolni, hogy fajtaváltás, hanem akár növényfajtváltásra is gondolhatunk. Ugye most először vannak cirok fajták a fajta bemutatón, és ez nem véletlen, ugyanis a cirok sokkal jobban bírja az asztályos körülményeket, mint a kukorica. Aszályból pedig idén-nyáron jutott bőven. Szekszárd környékén júliusban mindössze 8 mm csapadék esett. A július az az időszak, amikor a kukoricánál a szemtelítődés időszaka van, és pont itt volt ez a rendkívüli hőség és a csapadék szegény időjárás. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy itt Szekszárd-Paks környéke rendkívüli módon kitett. A Tamási-Dombóvár környéke az jobban jár. A Csapó Dániel iskola szélesebb tudást biztosíthat diákjai számára azáltal, hogy részt vesz különböző fejlesztésekben, kutatásokban. Mezőgazdasági iskolaként ugye itt a térségben meghatározóak vagyunk. Az iskola nagyon szívesen részt vesz kísérletekben, és fontosnak tartjuk, hogy a tanulóink is lássák azt, hogy hogyan kerül előállításra a vegyőben. A szakmai napon a gazdák az agroökológiai programról is többet megtudhattak. Bunker szabaduló szoba nyílt Dombóváron a Vasúttörténeti Múzeumban. A fiatal és elszánt Müller Ádám ötletei alapján egy más világba csöppenhetnek az érdeklődők. Tökéletes családi, illetve baráti elfoglaltság azoknak, akik szeretik a kihívásokat. Müller Ádám nagyon jól ismeri az épületet, így nem is volt számára kérdés, hogy ez a hely teljes mértékben adott ennek a játéknak a kialakítására. Dombóváron és környékén gyakorlatilag egy hiányzik a szabadulószoba, tehát az ötlet ugye egyértelmű volt, az épület tematika adott, ugye egy 1953-ban épült óvóhelyként és forgalomirányítási helyszínként funkcionál épületről beszélünk, ugye 2 lépcsőház, 3 szint, 11 helységet tudnak ugye bejárni az érdeklődők. Az ötlet így magától értetődő volt, hogy a helyszín adott, miért is ne készülhetne itt egy szabadulószoba.
környékben és a helyben élő embereknek. Nagyon gyorsan terjedt a hír az új kikapcsolódás lehetőségéről. Július 2-től indult a szabadulószoba, az érdeklődés ugye újdonság varázsatát megvan, folyamatosan érkeznek az emberek most már hirdetés nélkül is folyamatos az érdeklődés, tehát mert egymásnak adják hát szerencsére az emberek az információt, hogy itt van ez a szabadulószoba. Visszajelzések eddig, akár Facebook oldalon például 100%-ig pozitív visszajelzésünk van, mindenkinek nagyon tetszik a szabadulószoba és az ötlet kivitelezésre mindenen együtt. A szabadulószobában az ajánlott korhatár 14 év, a létszámlimit pedig 2 és 6 fő közé esik. Alapvetően 60 perc áll mindenkinek a rendelkezésre a kiutáshoz. Eddig egyébként mindenkinek sikerült az adott intervallumon belül kijutnia. Az eddigi rekord az 29,5 perc a kiutásba. Itt viszont ugye fontos kiemelni, hogy egy kétfős, illetve egy hatfős csapat között természetesen lesz differencia, hiszen több szem többet lát, többféle gondolkodásmódú ember jön. Természetes, hogy esetleg rövidebb időn belül fog kijutni, akik hatan vannak, mint pedig akik mondjuk párban. Az élmény még nagyon új, de a fiatal Müller Ádám szeretné továbbfejleszteni a bunkár szabadulószobát a közeljövőben. Téli időszakra van egy nagyobb szabású terv, ugye télen itt 0-3 fok közötti hőmérséklet, ha lecsökken az épület, tehát egy órát eltölteni azért ebben a hőmérsékletben nem éppen kellemes. Időtöltés, így termoruházatba lehet majd ugye jönni, itt be tudnak öltözni, forró ital, forradbolos fogyasztás lehetősége is adott lesz, és egy teljesen új tematikát, egy teljesen új feladatkört fogunk készíteni, hogy aki esetleg járt már a szabadulószobába, az télen is el tudja jönni, egy teljesen új élményt kaphasson meg újfent. Jelenleg egy szabaduló játék van, amin keresztül mind a 11 helyiséget végig kell járni egy feladatkör alatt. Különféle interaktív feladatokat oldanak meg a szórakozni vágyók, videó megtekintések és logikai feladatok várnak azokra, akik nem mindennapi módon szeretnének egy jó programban részt venni. Irodunk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Épületenergetikai korszerűsítés az egyetemen, átadták a Szőlészeti Kutatóintézet megújult főépületét. Átadták a Boros Misi zenelégetet a Bőkösz Fesztiválon, Tésenfán ünnepeltek a hétvégén. Segítik a vidéki vendéglátókat, eszközbeszerzésre, fejlesztésre igényelhetnek támogatást. Kihasználták az utolsó nyári napokat, fesztivállal búcsúzott a főszezontól a Harkány strand. Kedden a napsütés mellett átmenetileg erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Reggel a Dunántúlon alakulhat ki szorványosan zápor, zivatar. Reggel 20-25, a délutáni órákban 28-33 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!